Kancsár Ferenc gokárt versenyző immáron másodszorra nyerte meg a Rotax Grand Final-t, ezúttal Olaszországban tartották ezt a világdöntővel felérő óriási versenyt, amely közel egy héten tartott, és Kancsár Ferencit István a stúdióban köszöntelek, szervusz! Köszi, sziasztok! Kétszeres Grand Final győztesként hogy érzed magad? Milyenek a visszajelzések? Hát, nagyon örülünk, hogy idén is meg tudtam védeni a címet, az egész csapat nagyon nagy teljesítményt nyújtott idén is, és hát ez egy fantasztikus eredmény. Tehát szinte nem tudom, hogy ezt más meg tudta volna csinálni eddig az elmúlt évek folyamán, hogy kétszer egymás után évben nyerjen, de szerencsére ez most sikerült nekünk. Megnyerted ugye ezt a Grand Final-t, tehát idén mindenki téged akart megverni Olaszországban, Szárnóban. Hát igen, ez egy elég jó érzés volt azért, hogy mindenki, amikor nem hallottam rólam, csukdolóztak, hogy azért csak meg kéne valahogy fogni ezt a gyereket, de hát szerencsére nem sikerült. Bár az idei döntő az sokkal közelebb, tehát sokkal szorosabbra sikerült, mint a tavalyi, de szerencsére jól tudtam védeni a pozíciót az utolsó 2-3 körben is, és nem tudtak megelőzni. Itt korán sem ugye egy egyszerű verseny hétvégéről beszélünk, hanem egy több napos versenyről. Mesélj erről, kérlek. Hát ez úgy néz ki, hogy már előző hétvégén meg kell érkezni a helyszínre. Már vasárnapi napon gokart sorsolás van, azaz felállítanak összesen 300 valamennyi vadonatúj gokartot, vadonatúj motorral, vadonatúj felnik, gumik, minden, tehát teljes felszerelés. Aztán abból kell egyet, tehát abból sorsolnak egyet ki, és ezt utána össze kell építeni, majd hétfőtől szabad edzésekkel indul a hét felkészülése. Mit szeretsz elsősorban a gokárt versenyzésben? Mi az, ami számodra sava borsa? Hát az, hogy nagyon pörgős, tehát hogy nagyon gyors irányváltások vannak, és viszonylag ahhoz képest, hogy 170 akárhány kiló az egész gokart, ezt egy hát 30 lóerő feletti motor húzza, úgyhogy ez egy elég erős szerkezetnek mondható, és amellett ráadásul általában az ülésnek a pozíciója az alváz alatt van, azaz nem is mondhatni, hogy pár centire, hanem 1-2 centire ülünk a földtől. Ez egy, tehát egy elég élvezetes valami, nem mondható. Laikusok kedvéért, a csúcssebesség. Az mennyi általában? Hát ez nagyon változó, mert ugye a pályáink úgy vannak kialakítva, hogy olyan hatalmas egyeneseket nem tesznek bele. Ezeken a pályákon, tehát a tavalyi VB-n, a Portimaoi VB-n egy hát egy ilyen 148-147 volt a teteje, ami úgy már egész jónak számíthat, de hogyha kapnánk egy nagy egyenes szakaszt, akkor ezt váltóátétellel, hát 200 körülére lehetne szerintem növelni. Mi az, amiben a legtöbbet kellett fejlődnöd ezeknek az eredményeknek az eléréséhez? Szerintem az alap gyorsaságom, tehát hogy gyorsan tudjuk menni a gokarttal, vagy a beállítása, hogy tudjuk minél könnyebben vezethetővé tenni ezt az egészet, azt úgy viszonylag elég fiatalon megtanultam, és elég jól tudtam kezelni. Viszont ez a versenystratégia, versenyfelépítés, pszichikai hadviselések a többiekkel szemben, ebben egy kicsit gyengélkedtem 10 pár éves koromban, és szerintem ez sikerült nagyon jól kinőnöm, és nagyon jól a tetejére állnom a dolgok irányításának. Hát olyannyira kinőtted ezt, és olyannyira profi szintre fejlesztetted, hogy immáron másodszor nyerted meg tehát a Rotax Grand Final-t, amihez még egyszer szívből és nagy tisztelettel gratulálunk neked, és további sikereket kívánunk. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.